Maga a hamvazás egy olyan cselekmény, ami földi életünk elmúlására emlékeztet bennünket. Amikor a pap hamut hint az eléje járuló hívő fejére, akkor azt mondja, emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel. Ez azt jelenti, hogy egy komoly időszak kezdődik ilyenkor, hiszen Nagybőjtben Jézus szenvedése áll figyelmünk középpontjában. A nagybőjti időszak nem csak az önfegyelmezésről, hanem az emberek iránti viszonyaink felülvizsgálatáról, egymás megsegítéséről is szól. Ehhez kapcsolódóan Sarolta nővér, a miasszonyunk Bácskai Nővérek rendjének tagja, Ferenc pápa hamvazó szerdai leveléből idéz. Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak erős, meginkadhatatlan szívre van szüksége, amely bezárja a kapuit a kísértő előtt, de nyitott Isten felé. Az ilyen szív hagyja, hogy átjárja a lélek, és vigye a szeretet útjain, amely a testvéreihez vezethet. Egyes helyeken a hamvazó szerda utáni csütörtököt nevezték kövér csütörtöknek, vagy torkos csütörtöknek, mert ezen a napon ismét szabad volt húst enni, hogy elfogjon a farsangi maradék.